Na, hello, hello, sziasztok! Utkariban láthattátok, hogy milyen is a Maria Hilfestrasse. Na most ugyanonnét megyünk haza, de másik utcán. Ami egyenest az én utcámba vezet, hogyha eltrefeljük, hogy melyik az. Tartsatok velem, már indulunk is, gyertek! Nem is volna érdekes, ha nem volna piros, igaz? Én is azt mondom. Vehetnénk egy bringát is, az bicajozhatnánk is. Az is érdekes volna. Oda hozhatnám akkor a fiamat is, csak nincs hova tegyem a bicajt. Az a baj, na zöld is van. Megyünk a bringás elbára. Kidobjuk a szemetet, mert kulturálisak vagyunk a szemetesbe. És már húzunk is haza. Az elméletileg, ha nem cseszem el, akkor ez az én utcámba kéne, hogy felvigyen. Yep. Igen, ez visz az én utcámba. Szép KTM. Erre szoktam úgy sétálni, mikor úgy veszem a lapon, hogy gyarapítom a lépéseket. Akkor ezen szoktam. Ezen az utcán sétálok végig az első kerületig. És utána vissza. Itt a Denzel BMW. Itt volt egy cél az autóm. Hazudok, két cél. Egy cél letörték a tükröt. Aztán meg a szervizesek megsértették a kocsi tetejét, és akkor vissza kellett hoznom reklamációba. Kövessük a skateboardost. Nem nagyon akarnák az utcán, az úton repeszteni, mert hát sok az autó, és akkor nem épp olyan jó. Nem is az, hogy nem jó, hanem nem akarok aggatni az embereknek. Tudom magamról, hogy milyen az, mikor ilyenek, mint most én vagyok, megy az úton. Okay. Azért az a csávó. Én is megsegítem magamat azért egy kicsit. Soványonnom kéne, nehéz vagyok a gépnek. Nem is vagyok nehéz a gép, ha túl gyönge. Na
majd mindjárt meg is mutatom az érdekességet. Látjátok ezt a kék épületet? A House des Meeres akvárium. Pedig második világháború alatt itt voltak a légvédelmi ágyuk fönt. Most meg akvárium, még cápa is van, nagy fehér cápa is van benne. Majd egyszer kiküpuhatolnom, hogy azt hogy videózhatnám le, és akkor eljövök ide is. És meg felügyítem az útra, hisz elég széles most. Még jobb a minősége, mint a járdának. Így hamarabb haza is érünk. Itt is van nagyjából mindenféle üzlet, pékség, italozó. Piros. Alig, ha nem ma olyan nap van, hogy pirosat fogunk. Mindig olyan napom van, hogy pirosat fogok. Már ma szombat van. Én ezt a kört így vasárnapra gondoltam. Mert hát akkor még kisebb a forgalom, de holnapra esőt jelentettek, úgyhogy inkább úgy döntöttem, hogy ma megyek egy kört így, és ha holnap nem esik, akkor kiagyalunk valami mást. Na, itt nincsenek sokan kint az út. Járdán, akkor fölmehetünk a járdára is. De szép virágok. Gyönyörűek. Majdnem olyan gyönyörű, mint az én citromfám. Senki ki az útra. Ja. Kigyüttem az útra, és mindjárt pirosat is fogtam. Tuti. Itt is egy templom. Bécs teli van templomokkal. Na, de az normális is egy városban, nem? Elég nyűgöztő ez a várás, hogy átvártson Ződre. Ribegünk, robogunk. Mindent megnézünk. Hanem itt is egy templom, ez barú. Itt azért fölmegyek inkább a járdára.
Itt is egy nagyon gyönyörű épület, jobb kéz felől. Ez gyönyörű. Ebben az oszlopokkal még becsukott része. Nagyon szupi. Beállunk, mint a nagyok. Ott van a sarkon az a véződ, az a virágüzlet, ott szoktam az asszonkámnak vásárolni a virágot. Úgyhogy nem csak arra haza is érünk. Itt nálam is elég forgalmas minden. De így érdekes, nem? Ha nem volna forgalom, nem volna érdekesség. És a járgányomon az aksi még meg se fogyott. Ami a másik jó tulajdonság benne. Sokat bír ki ez a kis ketyere különben. Munkára én észrevettem, csak lusta vagyok korábban főkelni, hogy tömegközlekedéssel járja. Inkább eljárok autóval vagy motorral. De ez volt. Nem sokára már majd csak motorral járok, mert jön a szép idő, lehet aprítani. Most még nem járok motorral, mert hát reggel ilyen plusz 2-3 fokok vannak, az azért nem épp fellegletes, de ez van. Na, meg is érkeztünk. Remélem, hogy jó éreztétek magatokat. Ha igen, akkor következőre is tartsatok velem valami újdonságba. Sziasztok!